Szia, Mia úr! Nyau, az aranyosabb, mint csákán csótány. Jó! Hello! Szia, Eszter! Hello! Vendégünk újra Ráskó Eszter. Most már harmadszor egyébként az adásban. Kezd kicsit uncsi lenni. Ebben az ilyen... Erasmusza. Ja, mi? Ezt most kimondtam volna hangosan? Tök jó! Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk újra. Pesten hallottam csoport, nagy rajongója vagyok. Ahol... Ez minden városban van, azt tudjátok? Tényleg? Most már van Nyíregyházan hallottam, és Debrecenben hallottam is. De te hogy tudsz ezeknek tagjai lenni? Inkognitóban veszek részt a különböző csoportoknak a tevékenységében. Igen. És ott is az van, hogy most már csak ilyen kéregetés van, meg randizás? Nem, óriási felháborodások vannak éjszakai hangoskodások miatt. Az honnan nekünk jön a füst, ki tudja, mi történt. Ez az egyik kedvenc topikom. Valahol füst van, valahol ég. Láttátok, hallottátok? Robbanásokat hallottam. Honnan jött a robbanás? Robbanásokat? Igen, ezek mennek. Ez amúgy csak a fűtési szezonnak a beindulása miatt van, tehát ez átlagos probléma a vidéken. Na figyelj csak, én a következőt olvastam. Valahol itt láttam a Budakeszi, tehát két ilyen. Tehát valahol itt láttam a Budakeszi Meki WC kódját, de nem találom. És 100 komment. Tehát eleve azon gondolkodom, hogy amíg megvárjátok, hogy jött a 99, megpróbálom a 100-at is. Ott áll, érted? Alsi diszkomfort érzet. És a 100 kommentet végigolvastam az összeset, tehát ezért nem kell félteni, és voltak, akik ilyen jépegeket tettek föl, ilyen kódokkal, hogy... Burger Vámház 2369 kettős kereszt, Subway Astoria 555 kettős kereszt, KFC Deák 4567 kettős kereszt, és azt nem értem, hogy semmelyikük nem jött még rá, hogy ezeket cserélik naponta? Azt akartam kérdezni, hogy most én vagyok lemaradva, én hittem azt, hogy ezt naponta cserélik, vagy csak mondják nekem. Vagy így... Lehet, hogy csak bizonyos emberek után cserélik le a kódot, nem? Hát, hogyha látják, hogy kijött valaki, és jaj! Fogalmam sincs. Küldtek egy nagyon jót. Szeretném megtudni, vagy szeretném megtudni. Persze. Szeretném megtudni. Igen, kötőket nem írunk egybe már 2020 óta. Gogli térkép kinevezte a mellettem élő Nagyicei Nagyerdőt Sashami játszótérre. Itt születtem 60 éve, Nagyerdőnek hívják, 200 méterre lakom tőle, hogy meri bárki átnevezni? Ez szerintem mi lehetett úgy mi az a Moszkva térnél, amikor ez az egész nekem amúgy ez felszabtére, az egyik kedvencem. Nem indulsz, Tolbuhim körúton átnéz, kicsit ott balra, és akkor Moszkvánál. Zseni. Amúgy a debrecenieknek nagyon erős az öntudatuk. Nagyerdőről, nem lehet. Csak jót vagy semmit, ugye? Másrészt meg nekem a kedvencem, amikor egy ilyen csoportban valaki azt érzi, hogy ventilálnia kell a problémájáról, és behoz egy személyes problémát. Ilyen például az, hogyha valaki babysittert keres, és akkor vagy takarítónőt, és azon, hogy azt rájöttem, hogy ez a fő triggerpont, hogyha valaki takarítónőt keres, akkor hát elkezdenek a kommentekben versengeni, hogy ki az, aki a lehető legjobban tudja time managerelni magát, és miért nincs neki egyáltalán szüksége takarítónőre, és mennyire egy pokorra való szarember vagy, hogy neked arra van, igen, szükséged, és amúgy meg minek szült egy gyereket, ha még arra sem vagy képes, hogy kitakaríts utána. Hát, hogyha van 2000 forint a takarítónőre, akkor egyébként ugyanúgy lehetne 2000 forint arra, hogy magadnak kitakarít. Az idő alatt, amíg ezt a posztot bepötyögted, a konyakultat már le is tudtad volna törölni. Úristen, kedvenc, ezt nem... Úristen, az zseni volt. Kiírta egy friss nyugdíjas, hogy van még hozzá kedve, hogy dolgozzon, úgyhogy keres magának munkát, hogyha esetleg bárki tud ilyen kiegészítő jövedelmet. És így van a kommentben egy faszik, hogy írd bele nyugodtan, hogy azért akarsz dolgozni, mert nincs pénzed. Különben ez az egész púderezés teljesen fölösleges. De ha meg nincs pénzed, mert csomóan egyébként tényleg látszólag rászorulók írnak ebbe a csoportba, hogy három gyerekemet nevelem, nem tudom, ha menjél dolgozni, én is elmegyek dolgozni. Egyikük se dolgozik, bazd meg, ott kommentelgetnek ilyen szar csoportokban. Igen, munkaidőben, ugye, ez már egy kedvenc. Akkor hoztam egy másikat, hashtag lapule, hashtag kutya. Szia. Lapul egy kutya valahol. Sziasztok! Hosszas elhatározást követően végül elindultam a kutya örökbefogadás útján. Szóval el is mentem egy menhelyre, ahol egymásra is találtunk egy kutyal. Most pedig nagyban próbálok készülni a baba érkezésére. Afelől érdeklődnék, ha bárkinek esetleg olyan kinőt nem használt, megmaradt, csak ott porosodik a sarokban dolga lenne, ami egy 2,5 hónapos babának jó lehet, csak szóljatok. De mi ruha?
Hát ez az. Miért lenne jó a kutyádnak az én baba cuccom? Én alkalmi kutyaruha, tudod, ez ilyen. Kis pénzért, növényi tejért, kis kuty két szép füléért. De ezt lefogja metszeni szikével, és feladja egy kértivevényjel. Nem, ezek az üzenetek úgy íródnak, hogyha van egy ilyen mögöttes szándék, hogy szeretne egy benyomást kelteni a társadalomra. És hogy ő ezt úgy írta le, hogy előtte megnézte 7-szer a Notebook című filmet, meg 2-szer a, nem tudom, Holiday-t, és akkor így úgy érzi, hogy ezt most így beírja, és erre egy férfi azt mondja, hogy hol voltál az életedből? Hol ez az empátia? Ez a szeretet? Ez a digitális mindent, nomádság. Ez a mindent elárasztó, racionális, gazdaságos gondolkodás az állattartással kapcsolatban azonnal. Igen. Elkísérlek a Fresh Navba. És ki is fizetem. Ezt a rohadék púráztam, egyébként 970 forint. Készítek neked az édesapám bőrszíjából egy megfelelő kutyahámot, hogy, hogy gazdaságosan tud menedzselni a babádat. Nem. Nem a babád, nem a gyereked, nem vagy az kucs. Anyukája, nem vagy az apukája. Kucs. Múltkor volt egy poszt, amiben úgy hívta, hogy tacskommandó. Az a kis tanyos, igen. Ez jó fej. Tacskommandó. Tehát akkor segítsetek neki tápotakat cserélni. Én nagyon óvatosan bánok a kis testű kutyákkal, mert szerintem azok a legmegátalkodottabbak. Tehát, hogy az mondja, hogy a nagy testű kutya az maximum megugat, meg ilyenek, de egy kis testű simán elrágja az Achilleszedet a faszba. Tehát nem kérdezi meg, hogy ez így oké-e, vagy nem. És még Achilleusznak is elrágná az Achillesz sarkát, ami ugye neki csak sarok volt. Vagy Achilleusz Achilleusz. Sámsonnak meg lerágná azt a hajtincsét, ami még ugye még a toplisták kérint tartotta, és hát na ez az. Ez a téma, ez neked szól, Eszter, és per vagy rólad szól, de... Az elhízás hatása a koszorú erekre, hosszú távú kutatásra. Nem, a stand-up. Opa. De a világért se, hiszen tudod, mennyire lelkesedem a műfajért. De van egy dolog, ami viszont nagyon felbosszant, ezek az ilyen... Belus István? Ezek a Ráskó Eszter. Például a Ráskó Eszter. A Ráskó Eszter. Ez már. Ezek az ilyen borzasztó kamu átvezetések a témák között. Például, ennek van egy mestere az országban, amúgy nem mondom ki a nevét. Van egy sztori, aminek a vége mondjuk így hangzik, és akkor megvettem a papáját. A papáról jut eszembe egyébként nagyapám nagyon ez sokat mesélt. Ez a ti műsorotok amúgy, ami most paradizáztat, ez konkrétan. Igen, mi ezt csináljuk, hogy egyébként ez, igen. Még egy vist beszúrunk közé. Ez az öngyűlölet, ami sugárzik ebből a témafelvetésből. Igen. Igen. Ennyi. Hogy ez miért van, és hogy ez miért van, és még azt is és azt ne létszűz, ne. Jó, írok a szakszervezetnek. Hogyha tudnak ezek. Az van, hogy egy dolgot mindig elfelejtenek az emberek, hogy kínjában az ember bármit képes, ugye, nem tudom, beszéltem nektek már erről az állapotról, ez a verbális inkontinencia, hogy az ember, amikor nagyon izgul, akkor mindent kimond, ami a fejében van. Ez nem a Tourette? Ez nem a Tourette? Nem. Ja, jó, igen. Az a káromkodás. Vagy hát főleg káromkodás, de amúgy lehet, hogy van átfedés. Most nem menjünk bele ebbe a neurológiai szakkifejezésbe, de hogy szóval igen, szerintem egy csomó dolgot, ami nagyon kellemetlen és ilyen szuper cringe, azt nem tervezik el előre, hanem csak megtörténni. De ettől függetlenül megértelek. Varázslat, it's magic. De amúgy van még egy dolog, amit viszont ehhez kapcsolódóan szeretnék megkérdezni tőletek, hogy amikor valaki nagyon izgul egy előadás előtt, és azt mondják neki az amerikai filmekben, hogy ne izguljál, képzeld el őket mesztelenül. Hogy ez miért segít? Az a probléma, hogy én egyfolytában mindenkit mesztelenül képzelek el, de mindenkit. Mert egy perverz vagy azért. Igen, de legyen az egy idős buszvezető bácsi, legyen az egy... 16 év feletti bárki. 16 év feletti kisfiú. 16 év feletti 6 éves kisfiú. Nem, hát természetesen ez gyerekekre nem vonatkozik, hiszen őt nyáron amúgy is mesztelenek, őket viszont ruhába képzelem el. Érdekes. Bocsánat, csak akkor most szögezzük, hogy te Budán élsz, tehát a budai lakosoknak szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy öltöztessék fel a gyerekeiket, és főleg a milyen utca. Nem, de hogy ez a mesztelenség, tehát miért ti nem? Képzeltek el mindenkit mesztelenül? Szexmazsola? Bocsánat, folytasd. Nem, hogy én ezt sosem értettem, hogy ez miért működik, vagy ettől én miért lennék
Miért izgulnék kevésbé, persze. Tehát nem, ettől pont, hogy ez csak rosszabb, nem? Tehát, hogy egy csomó embert azt tart távol tőled, hogy nem látod mesztelenül. És akkor meglát, és most már nem izgulok viszont. De van, amikor azt tart közel, hogy nem látom mesztelenül, nem? Igen, ez is igaz, de ez már másik szint, ez már a nem mindenkit kell látnunk mesztelenül, mert hogy egyébként ebben ez a játék, ez az izgalmas játék, hogy vajon mennyire van megereszkedve ennek a bácsinak a segge? Vajon az én seggem mikor fog ennyire megereszkedni? Az én seggem vajon mikor fog mennyire hozzáérni a megereszkedett segéhez? De nem, ez már nem érdekel, tehát maga itt nincsen szexuális, ez egy pusztán egy ilyen tudományos megközelítés, hogy vajon... És ez meg tudományákhoz tartozik szerinted? Ez a perverzikum. Ez egy ilyen furcsa, ilyen populáris anatómiának nevezném, ugye? Pukiláris anatómia. Na jó, menjünk tovább szerintem. Én most egy forgatókönyv jelenetet szeretnék veletek megosztani. Reggel 9 óra 30, belső, egy ágy, francia ágy, Susan és Peter fekszik rajta. Ébredeznek, de még csuk van a szemük, a nap gyönyörűen besüt, száll a por. Peter pillanatnyi kinyitja a szemét, és áthajol nagy kiflibe, izmos, eres karjával átkarolja Susant. A lepedő pont derék fölött takarja, Susan mellei nem látszódnak. Susan is hálásan hátrafordul, kicsit piszéznek az orrukkal, aztán bazd meg, 2,5 percen keresztül romantikusan csókolóznak nyelvel, üvöltve smárolnak reggel, majd 1 centire a másik orrától megbeszélik, hogy jó, és annyira romantikus volt, én is szeretlek, kérsz egy kávét, ne, hogy ezek még nem hallottak a reggeli szájszagról? Hogy miért van az, hogy ennyire hülyének néznek engem a filmek, meg titek, meg mindenkit, hogy eljátsszák azt, hogy csókolóznak az emberek reggel az ágyban. Nem csókolóznak az emberek nincs reggel igazad, az ágyban. Sajnos, nincs igazad. Az két csoportra oszthatók az emberek. Van, akit érdekel, és akit nem érdekel. De olyan nincs, hogy nem érdekel. Mert, de van. De nem, mert van. Meghal. Mert mondom, meghal, van! Mert nincs olyan. Eszter rosszul tudod. Nincs olyan, akit nem érdekel. Én is ezt hittem, aztán megházasodtam. De akkor sem. Nincs. De nincs, van, mert ez sorvadsz, mert mumifikálódsz okay, azonnal. Jó, oké, másik szemszöge. Mindenkinek van büdös ismerőse. Aki úgy büdös, hogy nem tehet róla, de büdös. Tehát effektíve tudod, van egy szaga, van imiatt, hormonálisan vagy, nem tudom, nem mosdik, hogy oszlik egy testrész, ami nem látszik, vagy ilyesmi van vele. De hogy felismerd a szagáról. Mit tudom én, nekem volt olyan kollégám, aki tudta, hogy merre járt az irodában, mert a szaga ott maradt, az auráját ott hagyta. És nem tudjuk, hogy... És ezeknek az embereknek van férjük, feleségük. Tehát ők valakihez hozzámentek, aki ezt nem érzik, mert valószínűleg, ha éreznek, akkor ez nem történne meg. Jó, de itt is de biztos, hogy ez egy skála, ez egy tólig, hogy mennyire büdös. Tehát azt mondod, hogy vannak a büdös bogarak, nevezzük őket büdös bogaraknak, de hogy nekik is reggel, tehát nekem senki nem mondja, hogy az jó, hogy azt el lehet viselni. Ad egy, ne nevezetek büdös bogának, ad kettő. Nem rólad beszéltünk. Van, szóval, ha megmosod a fogad este, lefekvés előtt, meg fogsejmezel, akkor például ez és nyitott csökkent, szájjal alszol. De ne haragudj, de nem. Tehát, hogy nem. Tehát nincs ilyen. Tehát nincs olyan, szerintem nincs fogsajem olyan tagadó, entitás, vagy? Akinek, de szerintem még a rajzfilm figuráknak is büdös a szájuk reggel. Mindenkinek. Szerintem most egyre csak jobban kirajzolódik egy bizonyos száj higiénei probléma Márkónál. Én egy fogmos, én annyira sokat mosok fogat, hogy van egy barátom, aki kikérte magának, hogy ennyire utaztunk közösen, és a reptéren átszállások között fogat mosok, mint ahogy egyébként, tehát nem tudom, 6 óránként az ember fogat mos, és azt mondja, szerintem ez már tökre egészségtelen, hogy elmit mosó fogad, de mondjuk ő meg viszont nem szokott, és vannak azok az emberek, és most nem rácélzok, de hogy vannak azok az emberek, akik összekeverik a mentolízét, meg a fogmosást. És azt hiszi, hogyha egy ilyen öblögető oldattal ő öblöget, akkor tulajdonképpen fogat is mosott. Egy fogmosás nácivá sikerült küzdeni magát. Igen. Szóval, egyenruhás fogmosó tiszt vagyok. Azért hoztad ezt a témát, hogy mindenkinek elmondhass, egy átkötés volt gyakorlatilag az egész, hogy én nagyon sokat mosok fogat. De nem hiszem el, nektek mindegy a reggeli szájszag. Én nem is találkozom reggel a férjemmel, az van, hogy mire én felébredek, már sehol nincs. hogy tök minden, mert 6 de Eszter az a legfontosabb, hogy ott volt. Persze, hogy ott volt, ott mert volt, a halkásnak hallottam, igen, ott volt. Na jó, van, akkor tudjátok, hogy akkor szagoljátok. Ennyi, így jó. Hezitálok, hogy melyikkel kezdjek, de több dolog is felbosszantott a hétem. Az egyik az volt, hogy együtt kellett átsétálnom A-ból B-be egy ember, akit nem ismertem, de volt közös ismerősünk, és... Jaj, de jó! Van ez a 100-150 méter, amit együtt kell feszengve megtenni, és én már
elfogadtam azt, hogy lehet csendben is sétálni másokkal, nem kell mindenféleképpen. És az egyik, hogy ettől zavarba jött a faszi, akivel sétáltunk, és úgy érezte, hogy meg kell villantani a humorérzékét. Mert, ja, mert ugye... hogy te szakmabeli vagy, és akkor kvázi vizsgaként. Igen, én gyakorlatilag csak humoristákkal találkozom, tehát hogy a civil emberek mint olyan nem léteznek, rajtakül csak nálam jobban értő humoristák vannak a világban, tehát így ez van. És úgy érezte, hogy ezt a csendet úgy kell megtörni, hogy elmondta négyféleképpen azt, hogy de te mekkora vagy? Hát de te szeretsz erről beszélni, nem? Te erről szoktál ebből humort csinálni, nem? De azért te tényleg jó nagy vagy. És azon gondolkoztam, hogy... tényleg jó nagy vagy. Négyféleképpen, és ez egy intelligens ember. Ez egy intelligens ember, akinek van egy nagyon jól menő művészeti munkája. És azon gondolkodtam, hogy ez a faszikus mi megy keresztül éppen, mert azt a stratégiát, hogy nem válaszolok rá. Tudod, csak így azért. És az volt, hogy a csendet úgy akart betenni, hogy elkezdte fokozni ezt a dolgot, és a végén már tényleg nagyon durán belelovalta magát, és arra voltam kíváncsi, hogy eljutunk odáig, hogy így elkezd így méregetni körbe, tudod, hogy így szóstokkal, hogy itt mi fog itt történni. És azon gondolkodtam, hogy van-e, tehát hogy mi múlik, hogy milyen ez a 15 perces, vagy nem tudom, amit együtt kell tölteni egy félidegennel, akivel nem akarsz igazából jó benyomást, csak már túl akarsz lenni rajta, és hogy ti hogy szoktátok ezt megoldani? Te is arra mész? Ja, jó, na. Igen, hát, igen, velem az, hogy ott felejtettem a... Ezt adok mosdóba, megvárlak! Igen, vagy hú, bocs, ezt a telefont el kell intézni, nagyon fontos. De itt ugye két téma van, egyrészt, hogy a kellemetlen szüneteket hogyan töltsük ki, másrészt pedig, amikor, és az is nagyon izgalmas, amikor tudod, a szakmabelinek mondasz valamit, és akkor nem válaszol, és egyre jobban belekevered magad a szarba. Tehát tényleg, amikor, mint a menhelyen a kutya, amelyik egyre magasabban ugrál, hogy engem vigyél. És ez a kettő együtt tényleg egy gyilkos kombináció, nagyon jó. Igen, a csend az mindenkivel a legrosszabbat hozza ki általában. De amúgy miért? Miért olyan fura, nem, hogy idegenekkel is lehetne hallgatni, de mindig csak azokkal hallgatunk, akiket így jobban szeretünk, vagy megbízunk bennük, nem? Igen, ez egy érdekes kérdés. Meg az van, hogy szerintem, hogy bizonyos kor felett, amikor nem próbál, tehát akkor nincs rajta ez a kényszer, hogy jó benyomás kelts. Mert hogy van, tehát mindenkinek van egy szerintem 20-25 év, amikor tényleg úgy megvan rá tanítva, hogy hogyan kell rendesen viselkedni, meg intelligensen kedves kérdéseket feltenni, de most már nincs meg. Apám volt ilyen ember, hogy már nem érdekeltik ezek a dolgok, úgyhogy inkább nem szólt hozzá az illető, hogy nem érdekelte. És az rájöttem arra, hogy de tényleg miért kell ezt erőltetni? Miért kéne megismernem valakit, aki nem érdekel engem, mint ember? És ti honnan ismeritek az Andit egyébként? Jaj, de jó! És akkor olyas valakiről kell beszélgetni, akit te egyébként annyira nem ismersz. És akkor... Ez az ismerős annak a testvére volt. Az meg rossz. Tehát, hogy az volt a szitu, és akkor és akkor jönnek a klasszikus kérdések ilyenkor amúgy, hogy és milyen érzés nőnek lenni? Ez az, ami ilyen tényleg minden úrstodáltalatos. Vannak ezek az eufemizált káromkodások, amikor tudod, káromkodásnak hangzó basszus kulcs, basztikuli, vagy mint a Hugh Grant mondott a Bridget Jonesnak, hogy Buckfeet Jones, ez egy tök óriási bugyi. Annyira szeretem, hogy olyan jól tudsz hitelesen idézni a Bridget Jones-ot. Hányszor láttad? Évente kétszer. De neked ilyen évente komfort kétszer. Filmed. Imádom. Abszolút imádom. Ott hagyta, mint kutya a Szaharát. Vagy amikor elhalkult, tudod, hogy mi a lópikulát jelentett ez a szar. Ez úgy érzem, hogy én vagyok ebben az egész podcastben általában. Te szoktál ilyeneket mondani? Hát nem az van, hogy nem káromkodok, hanem csak ilyen rossebb. Jól elbaszarintottam, igen. Elbaltáztam. Nekem voltak olyan barátaim, akik ugye, iskola, és akkor ott nem lehetett káromkodni, és akkor elkezdtek ilyeneket, hogy aszom, az meg, és így... Fakszom. Tele van a fakszom. Nyíregyházan nem voltak ilyen nehezített körülmények. Csak káromkodva lehet. Még a fogalmazást is bele tudtuk érni. Itt van ez a kurva trigonometri a gyerekek. Basszátok össze A négyzet plusz kibaszott B négyzet egyenlő faszos C négyzet. Nekünk a tesi tanárok az konkrétan az volt, hogy üvöltött így a gyerekekre egy parizer lábú, senki házia! Parizer lábú. Ez volt a kedvence, meg a jó, egy te fiam, orszarvú! De figyelj, és ez megvan, amikor a tanárok órán, tudod, mondjuk nem tudom, hogy ez a, ebben a hegységben bányászható a fa, szén, tudod, tehát ez akkor, vagy hogy puha fa, szú, kemény fa, szú, és tehát minél nagyobb szünetet tart, annál jobban röhögsz, mert tudod, hogy mi fog jönni, fa, szén.
Nézd, becsempésztük ezt, hogy csináltunk egy ilyen médiaórára egy ilyen teleshop paródiát, és egy fát adtunk el, és szerintem ötödikesek voltunk, vagy nem, hetedikesek, és így levetítettük a izén, és már úgy ültünk, hogy így, és hogy jött így, itt van Gabi, a hihetetlen faszakértő, és így mindenki megőrült. A média tanár szerencsére nem értette. Azt hittem, hogy lesz faszállító is, az is szokott lenni ilyenkor. Gyönyörű. Hát ezt jól elbaltáztad. Nagyapám faszobrászolt, amúgy. De tényleg. És azon gondolkoztam, hogy Ruszin volt a nagyfater, és úgy jött ebbe az ország, hogy nem tudott magyarul, és így vette felségül nagyanyámat. Ruszin a faszobrász? Ruszin a faszobrász. Ruszin a faszobrász? Ruszin a faszobrász, és azon gondolkoztam, hogy... Ez olyan, mint egy női név, Ruszin a faszobrász. Nem, az a nemzetisége. De hogy Fedora, hogy bazzagásra, hogy hívják. Saját nagyapámot teljesen mindig. De nem az egyik, hogy Prágában tanult faszobrászatot, és hogy vajon... Fa. Vajon szobrászatot? Jó választotta magának ilyen célországot, amikor idejött Magyarországra. Hogyha tudtam, hogy egy faszobrászatnak hívják, akkor lehet, hogy csehül még rosszabb. Számomra az egyik legnagyobb nehézség, by the way, az, amikor nemet kell mondani valamire. Mert mindentől függetlenül, hogy milyen viselkedés mindenkit vesz fel az ember, mindenkiben ott lakik egy csicska. Aki, a csicska, aki szeretne mindenkinek segíteni, aki szeretne mindenkinek nem tényleg így a kedvére tenni, és hogyha van energiád, akkor összekötni a két hiányzó véget, tudod, hogy vagy értitek, mire gondolok, és azon, hogy egy idő után ez a csicska lélek, ez elkezd a magánéleted rovására menni, és akkor tényleg már, mit tudom én, a negyedik néninél fűrészred a tűzifát, és ő felnézel, hogy vasárnap délután van, vajon nekem biztos itt kell lenni, nem éppen, hogy húzza meg az ember a határokat, nem? Mi az a pont, amikor így rájössz arra, hogy ezt most már nem lehet csinálni? Akkor ezért vagy itt harmadjára. Igen, hogy nem tudtam nevet mondani. Igen, pontosan. De most az a kérdésed, hogy az önzésünk, vagy hogy magunkkal foglalkozzunk versus, hogy szeressenek bennünket? Nem, ez nem a szeretetről szól szerintem, hanem ez arról szól, hogy az emberben van egy kényszer, hogy valamiféle jó emberré váljon, vagy nem tudom, hogy jó dolgokat is tegyél embereknek, vagy a másik meg az, hogy a másoknak az igényeinek a saját magad igényei elé helyezése. És ez olyan észrevétlenül történik sokszor, vagy lehet, hogy csak vele van. Már úgy érzem, hogy ez téged nem a gyerek után kezdett el igazából zavarni? Mert bennem ott volt egy ilyen nagyon éles váltás, amikor azt ki kellett mondanom, hogy figyelj, most vagy az van, hogy ezt a jó cselekedetet családon belül oldom meg, vagy az van, hogy akkor tényleg vághattok fát a hátamon, és akkor persze ezt még bevállalom, és ott leszek, és megírom, és tüntetek, és felszólalok, és nem tudom én. Nem is kifejezetten ilyen társadalmi problémákra szerettem volna így reflektálni. De a szomszédnéninél ugyanez. Igen, de meg inkább az, hogy meg vannak azok az emberek, akik valójában semmire kellük, de vagy körülvesznek, tudod, és így ők általában rendszerint tudnak neked programot csinálni, annélkül, hogy szeretnél, hogy legyen programod. Energiavámpirok. Igen. és az benne az érdekes, hogy egy bizonyos pontig nem is veszed észre, hogy ez mennyire rosszat tesz neked, és természetesnek veszed, hogy megteszed a szívességeket, és hogy mész és csinálni, stb. És akkor van egy pont, amikor meg már ki vagy facsarva, tényleg azt érzed, hogy így hova tűnt az energia, és miért nem vagyok előrébb a dolgaimmal, és aztán lesz, hogy ja igen, én nem vagyok, de hát itt ez sok ember, akinek meg ugye tudtam segíteni effektíve. De például szerintem nem is csak ilyen szívességtevés, meg hogy jó emberré válni akarás, hanem csomószor van egy olyan szitu, ahol azt érzed, hogy egyébként neked oda van egy érkezésed, vagy hogy te amúgy tudnád arra a problémára a megoldást, és akkor amikor beinvitálnak, akkor egyébként magától értetődik, és ez nem feltétlenül egy jó tett, hanem egész egyszerűen te amúgy tudod, hogy ezt hogyan kéne megoldani, vagy látod, hogy kit kéne kivel összekötni, és hogyha birtoklás alá vonod azt az egész ügyet, akkor már ugyanúgy elment az energiád. De ez ilyenkor nem egy játszma amúgy. Már nincs ebben benne az a háttérinfo, hogy tehát egyrészt ugye sokszor van az, hogy az ember azt gondolja, hogy te tudod erre a megoldást, de valójában sokszor mások is tudják, csak valamiért nem jut el odáig, hogy igen. Viszont így jól alá lehet tenni a másik, hogy te vagy az, aki ezt meg tudja könnyen oldani, stb. És egy ponton azért ezzel is el kell gondolkodni, hogy lesz valaki eszköztelen egy helyzetben, hogy segítséget kell kérni. És vannak azok az emberek, akik alapvetően meg sem próbálják megoldani a problémát, hanem folyamatosan csak kérnek. Igen.
Nagyon nehéz, és egyébként csomó olyan, nem tudom, akár ilyen rászorulóknak valamilyen egy hiányossággal rendelkező, vagy nem rendelkező csoportoknak, és akkor az ember segít, és akkor ezt csinálja, azt csinálja. És aztán az ember egy idő után mérlegel, de nálam ez tényleg a gyereknél jött, hogy lett abból valami, amikor egyébként, nem tudom, én 72 munkaórát rászántam arra a projektre, abból lett valami, miután összekötöttem őket, történt valami? Nem. Ebből lett valami? Nem. Ebből lett valami? Igen, akkor itt segítek még egyszer, mert ebből lett valami, mert csak el kell. Tehát, hogy most ez nagyon homályosan fogalmazok, de nekem munkáknál is van az, hogy régen egyszerűen képtelen voltam nemet mondani bármire, mert hogy szakmai kihívás, meg majd jó lehetőség, meg vagy pénz, vagy nem tudom, és sem már simán, hogy hát bocs, nem fér bele. Utána meg van egy ilyen borzasztó rossz, az, hogy azt érzed, hogy egyébként egy rossz ember vagy hálátlan, vagy munkánál mondjuk hálátlan ember, vagy azt érzed, hogy hát most jött egy lemunka lehetőség, mi van, hogyha jövő hónapban semmi nem jön, és akkor ilyen pusztulok. De itt a másik vége ennek is, hogy például azok az emberek, akik azt éreztetik veled, hogy ha nemet mondasz nekik, hogy tényleg rossz ember vagy, ja. És akkor beletesz már, stb. És hogy ez mennyire nem fair, nem? Ez nem ugyanaz, mint amikor odajön valaki a Calvinon, mondjuk, hogy klímavédelemre van 2 perced? Csak kikapcsolom a linkondimat, hogy egyébként nincs 2 percem, mert hogy én ezt köszi szépen megoldom, és ne így tedd fel a kérdést, mert ez iszonyú passzív-agresszív, hogy nem azt jelenti, hogy nincs 2 percem klímavédelemre, hanem hogy most nincsen 2 percem, és ezt szerintem jól példázom. Nem a klímavédelemre, hanem rád. Igen. Így van. Igen. Igen. Egyébként van ez, amikor így belekergetnek bennünket ebbe a helyzetbe, de én sokkal önzőbb lettem amióta, és nem is azt mondom, hogy önzőbb lettem, hanem inkább jobban keresem a megtérülését a befektetett energiának, és akkor tudom ezt garantálni, hogyha olyanoknak segítek, akik a közelemben vannak, és tudom, hogy mire van szükségük. Igen, ez egy teljesen másik ilyen belső potméter, hogyha már van gyereked, mert ugye ez alapból ugye rabolja az energiáidat, és arra viszont szükséged van, tehát az ilyen evolúciós szükséglet, annál semmi nem fontosabb, és ennek amúgy van egy másik pólusa ennek a problémának, az, amikor mondjuk valamit felkínálnak, és mondjuk könnyedén megkaphatnál, és nem tudod elfogadni, mert azt érzed, hogy te ezt nem érdemled meg. Nektek volt már ilyen? Vagy most ezt nem tudom, mennyire írtam le jól ezt a problémát. Tudsz mondani egy példát? Például, hogyha valaki, ez, mint említettem az előző adásban, hogyha valaki nagyon dicsér rajtam, vagy valami nagyon kedveset mond, vagy ilyesmi, akkor alapból lefagyok tőle. De mondjuk, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy mit tudom, meg akar hívni engem egy ebédre, miközben én gyakran hívok meg embereket ebédre, de amikor valaki engem meghív ebédre, akkor meg így teljesen így azt érzem, hogy hát nem is tudom, szabad, ez legális ez egyáltalán. Hogy igen, tehát hogy így tök érdekes, hogy sokkal jobban vagy akar elrendezkedni, vagy adjak, mint hogy elfogadjak. Erre nem olyan rég jöttem rá. Ami viszont egy nagyon jó szöveg lenne, hogyha ez egy társkereső applikáció lenne. I'm a giver, not a taker. Jó, de én szerintem ez teljesen természetes, hogy az ember már így fiatal felnőttként átértékeli magát. Barna, majd te is megtapasztalod. Én kezdek eljutni arra a pontra, hogy mondjuk akár egy ilyen, egy haverom elhív egy szerda este, és igazából ugye jön az a pont, hogy úristen, mivel tudnám magam kivágni, és akkor nézem a naptárat, és akkor azon, hogy amúgy semmivel. Pedig ez velem egyszerűen szokott, bármikor fölhívlak, tele van az a naptár, nem mindegy. Nem, de hogy akkor hogy van ilyen, és hogy van olyan, hogy akkor bemondom, hogy hát nem. És akkor, de miért nem? De hát mert nem, mert nincs kedvem, mert egyszerűen kell olyan este, amikor csak otthon vagyok, és nem csak semmit. Erre, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de Pam Gabót szeretném idézni. Az egyik barátnőnek esküvője volt nem olyan régen, és el akartuk hívni Gabót, hogy rabolja le mennyasszonyt, ugye, olyan, hogy Nyíregyházán szokás, és megadtam a számát, felhívtam Gabót, elmondtam, hogy mi a helyzet, és mondta, hogy figyelj, ne haragudj, de nincs kedvem. De ez jó. És annyira szerettem ilyet, és mondta neki, Gabó, figyelj, megértelek, persze semmi gond nincsen, de figyelj, ebben mindenben autentikus volt, ilyen, nagyon true, nem kezdett hezitálni, nem kezdett mellé beszélni, hogy hát van egy kis ez meg, az lehet, hogy nem fog beleférni, stb. Azt mondta, figyelj, nincs kedve. És amúgy mennyire legit ez, nem? Tehát, hogy... Igen, de ehhez Gabónak kell lenni. Igen, de amúgy mindenki egy kicsit Gabó. Csak... Mindenki, belül mindenki egy kicsit Gabó, igen. Van, aki kívül is. Igen, hát én nem, de hogy belül... Én sem. És amúgy szerintem ő az egyetlen true influencer ebben az országban. Én már csak Gabót követem gyakorlatilag. Igen. Örök ellenségem a bankkártyás fizetés lehetetlensége. Bementem egy helyre a héten, ahol
Tudod, az megvan, amikor meg, hogy leveszed a környezetből, hogy azért érdemes megkérdezni, hogy lehet-e kártyával fizetni. Igen. Nem akarom leírni a helyet, de el tudjátok képzelni, és akkor kérdeztem, hogy és egyébként bankkártyával tudok fizetni? Hát sajnos igen. Kérem? Hát sajnos igen. Na, tehát, hogy parancsa? Hát sajnos igen. És ezt elmondtam tényleg ötször. A csávó. Tehát mondom, hogy értem, tehát problémás, mert akkor nagyon szívesen viszem máshova egyébként a költésemet. Hát igen, lehet egyébként, de hát nem szerettem mondani, mert nem, csomóan egyébként csak lusták elővenni a készpénzüket. Aha. Aha. Tehát, hogy ő leckésztett. És akkor utána még volt egy pár ilyen kellemetlen kör, hogy akkor... Mi volt ez a vendéglátóipari egység? Nem mondom, mert egyébként nagyon szeretem a helyet, és egyébként a csávó is vicces, mert van valahol ezekben, ez egy kocsma volt egyébként, mm-hmm. és van ebben valahol egy szépség, hogy azt érzed, hogy neked meg kell küzdened azért, hogy fogyasztass egy helyen. Igen. Szóval, hogy igen. Valahol én ezt egy ilyen rossz fétis ott mélyen meg belül motoszkál benne, hogy... Itthon megszoktuk már. A belső csicska, ugye? Igen, belső csicska, de közben egyszerre fel is háborít. És utána volt, hogy akkor egy sört szeretnék, akkor kártyával fizetni, és akkor jó fia, akkor szerintem legyen a végén fizes, jó, mert akkor még lesz még más, és akkor tehát akkor mit? Tehát magyarul be kell ütnie egyenként az felfogyasztott izakat, és akkor ő neki ez nem volt türelme. Tehát lényegében nem tudta ellátni azt a feladatot, amiért egyébként ő ott van. Az jó még, amikor megkérdezett, hogy a szervizdíj benne van a végösszegben? Nem bízzuk a véletlenre, uram. Az nagyon jó. Nekem az idei kedvencem fizetése kapcsolatban az a strand volt, már alsólyosan, ahol lángost szerettünk volna fogyasztani, öten voltunk, és kérdeztem, tudok-e kártyával fizetni, és mondta, hogy csak átutalással, és telefonszámra kell utalni. És mondta, tessék, hogy ott ki van írva a telefonszám, és arra utaljuk neki a pénzt, és utána be kell mondani, hogy milyen névről jött az utalás, és megkaphatjuk a lángost. És így nem akartál volna 10 000 forintért venni egy ilyen rohadék mobilterminált, és ezért... De egyébként meg számlát nem akar adni. Tehát én ott értesültem erre a technológiai újításra, hogy mobil számra is lehet utalni. Vágott? Tehát ott állt, és nem, azt hittem, hogy meghűlt. Vagy most az, hogy kettőnk közül valakinek sztrókja volt, és nem én vagyok az. És mondom, hát ez telefonszám, csak SMS-t tudok leküldeni. És nem, tényleg lehet. Van, okoskodnak ezek mindenhogyan. Tehát van az, hogy áldovad Revón, vagy feltöltöd Revón. Erre a kred... Revón. Feltöltöd erre az online kredites rendszerre, ahol átutalod nekünk a kreditet, és akkor én kiveszem, és nem tudom, csak egy ilyen röpke 17,5 perc alatt meg van a fizetés. Óriási. Azt várom, hogy mikor lehet már a vizeletemmel fizetni. Tehát, hogy eljön-e majd ez a Mad Max-es időszak. Mad Max-es időszak. Igen. Abszolút lehet, de most friss hír, hogy a női orgazmus, ugye a kilövelő női orgazmust végülis megvizsgálták kontrasztanyaggal, és kiderült, hogy a húgyhólyagból távozik az a pisinek tűnő női szaporítószerre volt, az eddig is sejtette, hogy ez így van, mert sajnos nekünk nincs. Nekem volt, kettő is volt. Az egyiket elvesztettem, a másikat pedig eladtam. Ugyanannak. Én azzal fizetem, nem ugyanannak. Nem. Az én kis puncikáim azok a két. Fú, ezt soha nem fogom. Te mondtad a múltkori adásban, a múlt héten a becézett. Igen, nagyon megbántam, és valószínűleg éppen a kommenteket olvasom, hogy többen megbánták meg. Én úgy érzem magam, mint amikor az Eszter, amikor azt mondták neki, hogy telefonszámra utaljon. Pókok a lakásban. Tudom, evolucionálisan írtózunk a pókoktól, ez nem véletlen. Tehát, hogyha szeretnénk őket, akkor megcsípnének. De hogy én nem vagyok az, aki mondjuk egy ilyen réti farkaspók láttán a Facebookon azt mondja, hogy na most három lehetőséged van, vagy öngyújtó dezodor, vagy papucs, vagy kulcs az előtt az ajtót, lenyeled a kulcsot, soha többet nem lesz vissza. Ha én ezt meglátom, csak soha többet nem. Tehát ez látom iszonyú... magam a stiftest dezodoromban, meg így a gyűjtőben. Igen. Nekem te itt nem fogsz izzadni! Vagy hogy csótányért dohány. 8 hónajból. Nyolc hónajból. Másikat is. Azt kell kétszerkentük. De hogy de egyáltalán nem vagyok ilyen, és próbálom őket elfogadni, hiszen többen vannak, mint én. Hát például csak a hangyák, egy emberre 2,5 millió hangya jut. Hogyha az összes hangyát összerakom, akkor azoknak a tömege több, mint az összes madáré meg az emlősé. Tehát, hogy nem kell velük packázni, sokan vannak. Nem tudom őket legyőzni. Hamarabb itt voltak, sok... Tehát én hagyom, hogy ott legyenek a lakásban. Ezek kaszáspókok, és megfigyelem őket, ahogy... Éjszaka nem szokott zavarni, hogy kaszálnak? Az igen, éjszaka susognak, igen. Hallom, hogy építi a házát. Igen.
És megszoktam őket, mert névről ismerem őket, van a kicsi, a nagy, az Artúr, az indián, tudod? És nézem, a petezsákját megnéztem az egyiknek, hogy kibomlik, és 200 picit. Nagyon fontos a kaszáspókoknál, hogy rendszeresen ellenőrzik a petezsákját. 200 picit pókkal együtt élek, tehát tök jó az egész, mondom ott, hogy nem szabad bántani, aranyos, meg hasznos, meg ütöm, de hogy átvették az irányítást, kész. Tehát beszőtték a mikrómat, nem tudok hozzáférni, mert ha bármi, attól ilyen hülyén remegnek, az egyik ablakot nem tudom kinyitni. A fürdőkádat elszedte tőlem az egyik, és folyamatosan ott bent van. Folyamatosan meleg vizet folyatja magára. Thank you. És figyelj, nem tudok mit csinálni, tehát nem akarom ilyen megölni, nem. A hálóját azt néha, amikor ott a hálója szélét leszedem, ha már nagyon izé, mit csináljak velük? Hívj egy takarítót szerintem. De ő nem, mert ő felszívja a porszívóval, és utána benne egymásnak esnek. Én azt gondolom, hogy zenei terrorra van szükség. Igen. Mint a barna hang, ugye, hogy ezt kitalálták, biztos, hogy van a pók hang is, amire így feltartott kezekkel elhagyják a lakásodat. Ezt kell megkeresni. A pók freki. A pók ösztön. Igen, vagy meg kell keresned a pók... A pókembert. Hívjam ki a pókembert. Igen, nem, hanem hogy a pók Fási Ádámot. Aha. A kis az szerintem az egy kövér tölcséres aknászpók lesz. Aknászpók, ez ilyen háborús terminus már. Egy tölcséres aknászpók lesz, és akkor ő hozza a pók Zsülikét, és akkor azzal ott tartanak valami előadást, és akkor kiköltöznek a kaszások? Igen, vagy elviszik egy turnézni a másik lakásba. De engem azt mondom, hogy növényi tejér, bocsánat, de növényi tejér cserébe fifék, lapule köztetek olyan, akinek kell 250 darab kaszáspók. Hogyha igen, akkor gyertek át érte és vigyétek el. Komiba várom a megfejtéseket. Nem találkoztatok amúgy van ez az állat, az nem, ez pók százlábú. Ez is csak spikkelyke? Nem, megvan, igen. Lehet, hogy csak Pesten van, Budán nincsen. De az van, hogy ezek az állatok ilyen villásfarkuk van, és arra van a szakosod, hogy megegyék a pókokat. Annyi, hogy ezek is harapnak, meg csírnak, mint a szar, és hogy így félelmetesek, és én először a gyerek bölcsője alatt találtam egy ilyet. Elmentünk nyaralni a Balatonra, és reggel arra jöttem be a fürdőszobába, hogy volt egy csomó pókláb a fürdőkádban, és azzal szemben egy nagyon jól lakott, fáradt pókszázlábú, aki konkrétan csak nem dohányzott ott a fél órát adjáztál, hogy hagyom neked a fürdőszobát, típusú arc, és ott állt, és az volt, hogy annyira lenyűgözött, hogy ezt konkrétan ezt nyilván beütött ezt a dolgot, hogy rendesen ki hátrált, és mondom, hogy a kertben elvégzem a dolgomat, tehát mit érdekel engem, ez nagyon durva. Alapvetően egy optimista és kedves embernek tartom magam, aki jól tolerálja a kutya-ember barátságot. És egyáltalán semmi rossz érzésem nincs azzal kapcsolatban, hogyha valaki kutyákat, vagy egy kutyát tart lakásban, vagy utcán. Az van, hogy a kutyapiszok az utcán az már elég durva, tehát most az esőzés előtti szinten az elég kemény volt, de konkrétan múltkor egy konfliktusom támadt az utcán. Kint parkoltam a felszínen, és azt láttam, hogy egy nő, látom, hogy dohányzik a kocsim mellett, és ilyenkor már tudni ildomos, egy Ferencvárosnak benne van már így az érzik, nem tudom, a tudatalattiában, hogy amikor egy nő közel áll a kocsithoz és dohányzik, akkor ott valahol egy pórázon egy kutya van alatta. Aha. Ezt lehet látni. A 8. kerületben gyerek van mellette, az 100%-ig biztos vagyok ebben. Igen, és plusz ugye ott voltak a ráutalójak, kicsit kócos volt rá egy mackó pulcsi, és ahogy mellé értem, már láttam, hogy a kis kutyája éppen felemel a lábát, hogy lehugyozza a felnimet, öreg. És az volt, hogy a nő ezt végignézte nagyon kedvesen, mert ők úgy nézik ezt, hogy jó van, Fifike, hát jöjjön ki, aminek ki kell jönnie, így van, ezért jöttünk le, helyes, jól van, és hogy emelte rá a felnire a lábát, így rászóltam a kutyára, na, ha nem szeretnéd, hogy veled is ez történjen, akkor most hogy a te kis kutyakocsid? Nem, én konkrétan gondoltam, hogy ezt csak úgy lehet megoldani, hogy odamész, és lepisíld a kutyát. És? Nem, hát a nő elkezdte húzogatni a kutyát, aki meg tudod, így három lábon elugrált, így egyiket már így megmerevelett, valószínűleg volt egy ilyen arcsi tiszel. Nem tudta lekövetni ezt a hirtelen mozdulatot, de hogy ha nem szólok rá, akkor a nő miközben a szememben néz, meg utána kutyára nézett, mint ez oké lett volna, hogy lehugyozza a kutyája a kocsimat. És hogy nehéz, ez mert ha nem ülsz benne, akkor sima liba. Igen, de hát nyilván mondjuk tehát oda mentem, villogtam egyet, mert amikor kinyitod az autót, akkor villog egyet, tehát tudta, hogy érkezik a gazdája, és úgy volt, hogy jó, meg egy pici belefér, nem? Tehát, hogy így, olyan hogy, kicsi ez a kutya, nem mondja, hogy mi voltunk itt előbb. Jó, nem tudom, de hogy most, és azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen jogos-e a felháborodásom, de hát nyilván jogos, nem? Mert hogy így... Hát inkább azt mondom, hogy én megértem.
De hogy nincs, nem, nincs más. Jogos, szerintem teljesen jogos. Jogos, de közben a kutyák lepisilik a felnieinket. Én értem, de hát legyen már legalább valami félelemérzetük azzal kapcsolatban, hogy ez oké vagy nem oké, akkor legyen ez egy titkos lehúzás. Ezért az még nem félnek semmitől. Semmitől és senkitől. Mert ezt el tudom fogadni, hogy a hajléktalanok, akik parkolókat árulnak az utcán, ugye, amik amúgy is pénzbe kerülnek. Én azt kevésbé tudom elfogadni egyébként. Igen. De ők is lehúzzák, hogy ki nincs edet. Gyere, jó vagy, gyere. Látom, öreg. Igen. Nincs nálam apró. És annál szomorúbbat, amikor árulják a parkolóhelyet, és a másik szemben van egy üres. De aztán is oda behet. És behetsz, és az ilyen, jó van. Igen, és én is mindig durogtam a parkolóhely árusokra, és a Madárstéren lakik egy ismerősöm, és azt mondta, hogy viszont tényleg van értelme, mert hogy őt kiszúrják már előre, és akkor mondják, hogy gyere, ott hátul van, és hogy megéri az a 100-200 forint. Hát megállítólag az a pletyka járja, hogy lekarcolják, hogyha nem fizetsz nekik. Nem, lepisilik a kilincsedet. Aj. Mondom neked. De nem, nincs annyi pisie. Hogy ne lenne, hát egész biztakon. Eladta az összeset. Abszolút. Amúgy arra gondoltam, hogy ezt úgy lehetne magasabb szintre emelni, hogyha lennek ilyen kartonkocsiaik, amiket betolnak oda, ott kartonpapírba ilyen bogarakat építenének, ami addig tudja foglalni a helyet, amíg jön valaki, aki fizető. Igen, amíg a 8 kerben laktam, ott az egyik szomszéd kukákkal foglalta a helyet, és mindig kiborult, amikor arrébb tettem a kukát. Ezt én is mind megcsináltam. Mert a kuka vagy a van szomszéd. Olyan, hogy látom, hogy ott van egy kuka egy helyen, és ha van is üres hely, akkor is oda megyek és eltem a kukát. Azt mondom, hogy azzal foglalja, és az egyébként az ő elmélete szerint ő fizet azért, hogy ott tárolja a kocsiját. És amikor elmondja ezzel neki, hogy amúgy mindannyian fizetünk azért, hogy ott tároljuk. De jövőre, hál' Istennek, többet kell pont a Józsefvárosban, mert hogy nem oké, hogy több tonnát ott parkoltatsz, hogy évi 2000 forintért. Én nagyon várom, hogy végre újra megérje az utcán lakni. És végre mi pisilhessük le mások kocsiját. Igen, ne csak a sajátomot kell állandó a mélygarázsban, ugye? Na Eszter, téged mit tett boldoggá a héten? A férjemen és a családomon kívül. Hát az Isten. Hát olyan kegyes. Nem tudom. Sok jó dolog történik amúgy a sok rossz között. És ami most boldogát tesz, hogy szépen fogynak a jegyek az előadásomra. Hol lesz? Tirpák Madonna címmel, kis szösszenet. Tirpák Madonna, de jó név. Ez a címe, köszönöm szépen. És nem a Tóth Gabira szeretnék ezzel reflektálni, mert sokkal hamarabb elindult az estemmel, mint hogy a Kárpátok Madonna is megjelent volna. Hát ugye? Hát én voltam hamarabb, de hát ez most már mindegy, most már ezt el kell fogadnom, hogy és mikor, hol lesz? Hát a Corvin Duma Színházban rendszeresen előadom ezt az estet, de most a vidéki turnézásnak indulok, és attól függően, hogy most éppen nem tudom, milyen napot írunk, de sok-sok helyszínen fenn van a honlapján a Duma Színházban. Meg lehet googlizni a Tirpák Madonnát, és akkor reméljük, hogy te jössz ki. Igen, én fogok jönni, és az Erzsébet Ligeti Színháztól még egy kicsit félek, mert az peremkerület, ugye, az nem a belváros, és most azt kell megtölteni, az a feladat, azon gyakoroltunk. Aha. Úgyhogy neked, mint egy belvárosi stand-uposnak, milyen a külvárosba menni? Nem ismerem a helyi közönséget, meg nem tudom, hogy azok, akik ott laknak, azok amúgy szerintem simán eljönnek a Corvinba, hogy ez most egy ilyen kísérleti helyszín gyakorlatilag. Szerintem tök vicces vagy. Szerintem így, nem kinéz búnod, szerintem viccesebb vagy, mint a Tóth Gabi. Tök aranyos. Olyan cuki vagy, ahogy próbálkozol. Én még nem voltam esteden, úgyhogy beruházok valamelyikre. Adok neked ingyen jegyet. Jaj, nem áll Eszter, nem áll. Nincs ilyen, na ettől vagyok nagyon ideges, az ingyen jegytől. Az ingyen jegytől, mert hogy ez egy, mert persze elfogadjuk, nem arról van szó. Bezzeg a padlizsán, az jól jött. Bezzeg a padlizsán, jól jött. Én attól voltam, vagy attól érzem magam jól, hogy építettem otthon cipős szekrényt, úgyhogy kinéztem a Pinteresten, elmentem, megvettem a faanyagot, 12-szer annyi faanyagot vettem, de csak rosszat, tehát szélességre is és vastagságra is hosszak, vagy rosszak, de abból is föl tudtam építeni, mert el is mértem. Tehát, hogy rosszul is mértem, rossz anyagot is vettem, és végül pont jó lett, és elkészült ilyen igazi megmester, tehát több a faragasztó meg a szög, mint a faanyag, de működik, ott van, és megáll benne. És gondolom, háromszor annyiba kerül, mint hogy az IKEA-ból vettem volna, de maradt még faanyag, amiből a diavetítő alá építettem egy kis állványt, hogy döntve tudjam nézni, és ez... Úristen, és hány póknak ad otthont ez a kis építmény majd? Ezek én mindig úgy elhiszem ezekből a kis videókból, hogy egy amúgy tökre menne? Amúgy tökre menne, de amikor rájössz, hogy a fűrésznek van egy vastagsága, és hogyha előre kiméred, és közbe vágod föl, akkor egyre rövidebbek lesznek a darabok, de amíg erre rájössz, de hát majd figyelj, ez ilyen, tehát megmester. Első palacsinta sosem jó tartja egy orosz közmondás. Elbúcsúzunk? Viszlát, pisztráng! Jó.
Csácsolina. Jó. Eszter, köszönjük, hogy itt voltál. A viszontlátásra. Tudjátok meg, sziasztok.